60 kulturális program 30 helyszínen, 12 településen 2 héten át. Augusztus 7-én megnyílt az Empléni Fesztivál, a régió kulturális, turisztikai, gasztronómiai esemény sorozata. A nyitókoncertet hagyományosan a Sárospataki Rákóczi Várban tartották, ahol Shlomo Mintz, izraeli hegedűművész koncertezett a budafoki Dohnányi zenekarral. Műsorukban Erkel, Brahms és Mussorgszkij művei hangoztak el. Zemplén egyik legrangosabb fesztiválja 2 héten át várja a művészetek kedvelőit. Az eseménysorozatot a hagyományokhoz hűen a Sárospataki Rákóczi Várban nyitották meg, ahol a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Mi lassan 20 éve találtuk ki azt, amit az Európai Bizottság pár éve mondott ki, egység a sokszínűségben. Zemplén sokszínű, aga művészetével, és a Zemplén Fesztivál ezt a sokszínűséget jeleníti meg az egységben. Zemplént egy csokorba szedi, nem csak a művészetével, hanem a kulináris élvezetével, a tokai borával. Hát így figyel most Európa Sárospatakra egy kicsit ezen az estén és ebben a 2 hétben, ami a zempléni művészeti heteknek az eseményeit jelenti. A hangversenyt a budafoki Dohnányi zenekar adta a világhírű Shlomo Mintz hegedűművész közreműködésével, aki nem először vendége az Empléni Fesztiválnak. Well, I like very much the atmosphere here, and it is, I think, important to support festivals that are small but growing. Igen, nagyon szeretem az itteni atmoszférát, és azt hiszem, igazán fontos támogatni a fesztivált. Egyre több ember számára érdekesek a fesztiválok. Úgy gondolom, fontos volt a zenekar támogatása is. Amikor elmúlt alkalommal jártam itt, írtam a gyerekeimnek, és akkor ők kérdezték, hogy vagy apa. Reméljük, jól érzed magad Sárospatakon. Emlékszem, ez mennyire jó is. Tudod, mindig is nagyon jól éreztem itt magam, az emberek és a közönség nagyon kedvesek, és Hollerung Gábor kiemelkedően magas színvonalon dolgozik, ugyan nehéz munka a zenekart így egyben tartani. Elfogadtam a meghívást, és eljöttek ide. And so I felt that it was appropriate for me to cut my other plans and come here. Önt nem csak mint hegedűművészt ismerik, hanem mint karmesterként is, hiszen karmesterként is bemutatkozott már a világnak. Miért gondolta, hogy szeretne ebbe a zenei műfajba is elkalandozni? Mindez, amit teszek, a zene nevében, a zenéért, a közönségért teszem. Amikor a színpadon vagyok, mindig felelősségteljesen szerepelek karmesterként és hegedűművészként egyaránt. Minden, amit a színpadon teszek, számomra nem megterhelő, hanem egy élmény, és ez nagyon-nagyon fontos, mert változatossá, egyedivé tesz. Önnek egy kiváló magyar származású asszony, Fehér Ilona volt a tanárnője. Mire tanította önt a konzervatóriumban? Yes, I mean she was a wonderful, wonderful lady and a wonderful. Igen, ő egy fantasztikus asszony volt és egy fantasztikus professzor. Úgy gondolom, ő adta számomra az alapokat a karrierem során. Szerette mindig azt mondani, hogy mi vagyunk az unokái, az ő tanárának, Yehudi Menuhinnak. Nagyon élveztem vele töltött időt, és sok különleges élményem van vele kapcsolatban, mint tanárral, mint baráttal. Hosszú időn át emlékezetesek maradtak, és maradnak azok az évek. Az ön számára fontos a fiatal tehetségek felkarolása és támogatása, hiszen egy ilyen alapítványt is létrehozott. Mire tanítja őket ezeken a mesterkurzusokon? Úgy gondolom, hogy mindenek előtt a legfontosabb az, hogy több dologra tanítsuk meg a fiatalokat. 2 dolgot szeretnék megemlíteni. 2 döntési lehetőségük van. Egyik a hagyományos út, amit mindenhol követnek, és garantálja a klasszikus zenei vonalat. A másik dolog pedig úgy gondolom, hogy minél több ember zenél a földön, annál kevesebb agresszió vesz minket körül.
Ezzel most nem akarok mindenkit zeneiskolába küldeni, de úgy gondolom, hogy sokkal több munka lenne szükséges világszerte egy általános színvonal biztosításához, ehhez kell a zene, és a zene által jobb belátásra bírni az embereket, hová akarnak tartozni a világban. A probléma, ami világszerte tapasztalunk, hogy a mai zene gyakran szegényes és kiábrándító, és ez meghatározza a szemléletünket a zenéről. De ha adunk nekik reményt, megadjuk nekik a zenetanulás lehetőségét, hogy ezzel mit kezdenek, illetve mennyire komolyan zenélnek a későbbiekben, ez már egy másik kérdés. Nagyon fontos, hogy a zenélést, mint cselekvést kommunikációként alkalmazzuk. A zene egy kommunikáció, érzelmeink kifejezése, és megadja mindannyiunk számára problémáik megoldásához a képességet. This is a communication dimension, and if you communicate, then you can also have the ability to resolve your problems. Túl vagyunk egy csodálatos estén, ahol a zenekarával gyönyörű koncertet adott. Hát egy igazi menüsort kaptunk önöktől, hiszen Erkel csodálatos magyar zenéje, Brahms virtuóz hegedű muzsikája, Slomo Mintz virtuóz előadásában, és hát a desszert Mussorgszkijnak a mozgalmas, monumentális, szinte látható zenéje, ezt valami csoda volt hallgatni. Nekünk mindig egy kihívás a fesztivál, pláne amikor az ember már évről évre újra tér vissza, és hát szerencsére az elvárások növekedtek, tehát nagy örömünkre azért az elmúlt esztendők sikerei fokozták az érdeklődést, a mai teljesen telt ház talán még sose volt ennyire tele az elmúlt 7 év alatt a várudvar. Ez mindegy egyfajta felelősség számunkra, igyekszünk mindig olyan műsort választani, legalább egyet, amelyikkel úgy érezzük, hogy a közönségnek igazán kedvezünk. Nyár este nem érdemes olyan műveket játszani, amelyek borzasztó intim, borzasztó elmélyült zenehallgatás követelnek, bár egyébként mindenben van azért így ilyen momentum, meg hát azért a szabadtéri viszonyokat is számításba kell venni, azért akármennyire is kitűnő akusztikát sikerült most már találnunk itt a Várudvarban, de azért ez nekünk egy nagyon-nagyon nehéz feladat, meg a hallgatókat is nyilván másfajta hallgatási módra ösztönzi. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy Slomo Mintzet sikerült megnyerjük a fesztivál nyitókoncertjére, akivel nagyon szoros együttműködése van a zenekarnak, kvázi az általa vezetett Sioni Svájci Fesztiválnak a rezident zenekara lettünk a Dohnányi zenekar, és hát nagy megtisztelés, hogy ő eljött, és egyébként azt csak úgy zárójelben mondom, hogy az, hogy a Rádásnak egy Bach Sakont játszott, ami a hegedűradalom egyik legnagyobb csúcsa, egy közel 20 perces darab, ez jelzi az ő elhivatottságát és tiszteletét is a rendezvény iránt, és azt gondolom, hogy a kiállítás képei, amit talán még sose hangzott el a fesztiválon, ahogy így végignéztük az évek műsorát, meg egy olyan mű, amely való mindenkit magával ragad, és épp a képszerűsége miatt is, sokszínűsége miatt is nagyon szerethető. Nekünk egy ünnepi pillanat mindig a Zemplényi Fesztivál nyitása, ugye nem mindig mi szoktuk játszani, tehát azt hiszem, hogy 2 éve csináltunk nyitókoncertet, meg talán 4 éve, tehát mindig azért váltakoznak azért a nyitóegyüttesek, úgyhogy külön megtisztelés volt, és az, hogy ilyen szép időben, jó hangulatban, bizakodva, és hát örömmel nyílt meg a fesztivál, reméljük, hogy az egész fesztivált jellemezni fogja. Mindig megjelenik valami új elem a fesztiválon. Most ilyen új elem a zenei ismeretterjesztés, hiszen a Megérthető Zene című produkcióval önök úgy tudom, hogy éppen beszeretnék csempészni a fesztiválba a zenei ismeretterjesztés. Igen, ha egész őszinte vagyok, ez tulajdonképpen a legsikeresebb sorozatunk otthon Budapesten. Nagyon-nagyon sok ember számára egyik legfontosabb koncert, mert ha szabad, ha nem tiszteletlenség, ugye megemlítenem, igyekszem Bernsteint követni egy csomó mindenben, legfőképpen azzal, hogy borzasztó közérthetően, közhely
szerűen és helyenként kimondottan lapidárisan, tehát hétköznapi módon mégis a zenei nyelv lényegét, tehát nem életrajzi adatokat, meg nem háttérinformációkat, hanem kőkeményen azt, hogy ez a zene most feszít valahova, vagy ez hosszabb, mint számítjuk, vagy erre számítunk, de az történik. Tehát olyan dolgokról igyekszem beszélni, amelyek valóban a zene lényegi élményéhez jutatják az embereket közel, és ez egy olyan sorozat, amelyben hitem szerint mondjuk, hogy 7-8 évestől 100 évesig bárki otthon érezheti magát. Nyilván a felnőttebbek többet értenek meg belőle, de úgy látom, hogy a fiatalok is lényeges, fontos dolgokat mindig megértenek belőle, úgyhogy szeretnénk elkezdeni ezt itt is. Egyébként nagyon érdekes azért a dologot jellemzi, hogy nagyon sokan jöttek föl emiatt a koncert miatt. Tehát van ennek egy rajongó tábora már ennek a fajta koncertsorozatnak. Én remélem, hogy itt a helyek és minél több környékbeli kedves lakos és zeneszerető ember elmer jönni, ráadásul olyan művet is mutatunk, amely szintén nem ráz. Ravel bolerója azok közé művek közé tartozik, akit mindenki egy picit szeret, mégis nagyon sokat lehet tanulni, megérteni ebből a dologból. Remélem, hogy egy nyitánya annak, hogy ha nem is ismeretterjesztés akar lenni, egyszerűen ha egy ilyen fesztiválban az emberek egy része azért jön el, hogy örömét lelje abba, hogy egy koncertre eljön, örömét lelje abba, hogy élményben részesül, hogy valami módon érzelmeket és rendkívüli dolgokat él át, akkor hitem szerint ezzel segítjük, hogy az élmény még intenzívebb legyen, még őszintébb legyen, és az élmény alkalmas legyen arra, hogy máskor újra képesek legyünk az élményt megtanulni, megszerezni magunknak. Ezt igyekszem ezzel elősegíteni.